Pimp Thy Mind. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok, itt vagyunk újra a Pimp Thy Mind podcasttal, vagy más néven Pimpcasttal, és Clarissát köszöntöm. Szia, Clarissa! Sziasztok! Folytatódik a vámpíros sorozat, már ki is jött a második évad. Az első évad után megbeszéltük, hogy ha ez jó lesz, akkor fogunk ezzel is foglalkozni. Szerintem volt annyira jó, hogy legyen itt miről beszélni, úgyhogy a mai témánk az interjú a vámpírral második évada. Igen, többen is írtatok nekünk, legalábbis én kaptam ilyen üzeneteket, hogy na, kijött a második évad, akkor fogunk erről beszélni. Igen, emlékeztem, hogy megígértük, úgyhogy itt vagyunk vele, és igen, ahogy Gyuri is említette, van miről beszélgetni, nem mondanám azt, hogy csak azért, mert hű de király lett, meg jó lett, mert nem lett, viszont ez ne vegye el a kedveteket, és majd rá fogunk arra világítani, hogy miért érdemes mégis egy esélyt adni neki. Én egyébként ezt nem mondanám, hogy nem lett jó. Tehát bizarr módon így is jó lett, ezzel a rengeteg változtatással. Szerintem ez egy jó sorozat, csak hát nagyon durván eltért attól, ami ennek az eszenciája. Én sem azt mondtam, hogy rossz, hanem hogy azoknak, akik azt várnák, hogy Enrise univerzuma tényleg megelevenedjen alapokról, azoknak azért lesznek olyan részei, ami teljesen más, és felvonod a szemöldököt, hogy ez mi is. Hozzáteszem, hogy ezek a részek szerintem nagyon jól lettek megírva, meg van is olyan, ami nem szerepelt a könyvben ilyen részletesen. Ami nem annyira jöhet be sokaknak, az továbbra is az, hogy hát azért eléggé ki lett sarkítva egy ilyen párkapcsolati drámának, méghozzá a modern párkapcsolati dinamikák lettek beleszuszakolva egy ilyen vámpíros fantasy történetbe, ha érted, hogy mire célzok. Persze, persze. Ez nekem kevésbé tetszett, mert levon abból az értékből, vagy abból a misztikumból, amit én egy vámpíros sorozattól várnék, vagy filmtől, vagy könyvtől. Igen, ugye én most nem akartam nagyon belemenni ebbe, de muszáj, mert nem emlékszem, hogy már mennyire mentünk bele egyébként abba, hogy megváltoztatták egy-egybe homoszexuálisra a karaktereket. Az első évadban szerintem ezt tárgyaltuk biztos. De hogy most ugye két dolog történik, az egyik az, hogy gyakorlatilag mindenkiből homoszexuálisat csinálnak, ami teljesen érthetetlen már számomra, tehát hogy a mértéke, tehát nem csak a Louis, nem csak a Lestat és az Armand, de hogy még a Malloy, a riporter is, ő is úgy jön be a képbe, hogy homoszexuális kapcsolat, hogy a kislánya Claudiánál is megrebegtetik, hogy az ő kapcsolata a másik nőhöz, akit ugye a halhatatlan társával akar tenni, hogy ez a csaj mondja, hogy ő amúgy nyitott többre, mint barátság. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes karakter homoszexuális lett, és ugye írják ezt a neten mindenfelé, hogy de hát, hogy mert ez a leghomoszexuálisabb vámpíros sztori ever, és ezt mindenki tudja, és hogy mindenki tudja, hogy itt mindenki meleg volt, ez nem igaz. Tehát, ez nem igaz. Nem. És akkor most így röviden, tehát, hogy ha az Enrise világát vesszük alapul a vámpíroknak, akkor a vámpírok nem lehetnek melegek, ahogy nem lehetnek heterok sem, mivel nincs szexuális motivációjuk. Ők ugyanis halottak, akiknek hát emberi motivációja nem nagyon maradt ebben a világban. És mindenki téved velük kapcsolatban, aki szexuális vágyat feltételez. Ők élő halottak, akik szaporodásra már képtelenek, ezért a vágy és a vágyból születő nemi aktus, ami a természetes reprodukció forrása és mozgatórugója volt számukra, az bennük már nem létezik. Őket totál más mozgatja, a vérszomi, az oldhatatlan vágy a vér után, amihez legtöbbször úgy jutnak hozzá, hogy megbabonázzák az áldozatukat. Egyébként minden vámpíros cuccban ez van, hogy úgy néz az áldozat a vámpírra, mintha a legcsodálatosabb lényt látná. És aztán persze, hogy erotikusnak látjuk azt is, hogy a vámpír beleharap a nyakába valakinek, nem beszélve arról, hogy ilyen orgazmikus pofát vág mindig a vámpír, meg általában az áldozat is, tehát, hogy ő nekik ez egy eufórikus élmény, ők nekik kb. Ez az orgazmus közeli állapot, amikor vért isznak, de hogy tudod az, hogy egy férfi megharap egy férfit, és abba belelátni homoszexualitást ilyen szinten, tehát hogy ebben nincsen szexualitás eleve, nincs úgy emberi szexualitás ebbe az egészbe, ebbe az aktusba, amikor a vámpír megharapja az áldozatát. Az kb. Olyan, mint amikor az ördög hal, vagy nem tudom én, hogy hívják, horgászhal, tudod, az, ami rohadt mélyen úszik lenne a sötétbe,
és kirakja a valami fényforrást kirak, és attól minden hal így megőrül, mennek oda, és ez meg felfalja őket. Tehát, hogy ez egy olyan, mint az evolúciónál az, hogy kialakul az, hogy egy élőlény szépnek mutatja magát, mondjuk egy húsevő növény, azért, hogy bevonza az áldozatát. Ez ennyi. A vámpír kajálni akar az emberből, és a viszonya az emberhez egyébként ennyi, és nincs már ott semmilyen szexuális dolog. De értem, hogy miért látnak bele, mert homoerotikus volt a film is, mert ott voltak azok a tök szép arcú színészek, és akkor tudod, hogy egymásba haraptak, tehát hogy értem ezt a részét, csak ebből kihozni azt, és ennyire elferdíteni, hogy gyakorlatilag csak a homoszexualitással foglalkozik az egész sorozat, és azon belül is teljesen emberi párkapcsolat. Mert nem érzed különbséget a vámpír párkapcsolata meg az ember között, nem? Tehát, hogy ugyanaz. Ez a fiúk a klubból, a vámpír fiúk a klubból, ezt azt hiszem, mondtam az első évadnál is. Ja. Nagyon le lett ez butítva, inkább így mondanám. Tehát mintha embereket néznénk. Így van, ez a kulcs. Képességekkel. Ez a csak kulcs. Arra meg ott vannak a szuperhősök, meg a Boys című sorozat, ahol ráadásul még, na hagyjuk is, milyenek a szuperhősök. Mert hogy ugye a vámpírok is antihősök. De hogy Anne Rice úgy írta meg ezeket a lényeket, vagy ezeket a karaktereket, hogy ők már egy egészen más szférában, vagy szinten vannak, mint az ember. És azt hiszem, hogy van is a könyvben egy utalás, hogy a Kározottak királynőjében, amikor a Lestat ott elviszi a kassa valami görög szigetre, hogy megbabonáz nőket, akiket tulajdonképpen azt parancsolja nekik, hogy fürdessék meg a Lestatot. És hát azért a Lestat egy jó pasi, és akkor ott tutakolják ezek a nők, és akkor a Lestat úgy nézelődik, de igazából csak úgy lesi őket, mint a féle halandók, hogy na hát bennük még lüktet a vér, stb. És akkor ugye leírja, hogy állott mesztelenül, és hogy lenéz magára, és a csontfehér bőrére, és hogy ott van a nemi szerve, ami már nem működik. Tehát már nem... Tehát nincs hogy funkciója. Az, ami régen, igen. Egy ilyen helyzetre reagált volna, az már nem. És hogy náluk a vérszívás ad egy olyan euforikus élményt, ami kb. Az orgazmussal egyezik meg. Ugye a vérnek mindig is volt egy szakrális jelentősége a mitológiában, illetve az Anne Rice mitológiában is ugye le van írva, hogy Akasa és a társa azok hogyan váltak vérszívó entitássá, tehát hogy tulajdonképpen egy ilyen, ha jól emlékszem, a különböző démonok, szellemek szállták meg őket ilyen vérmágiával egyetemben. Tehát, hogy ők már nem emberek, és ami engem még nagyon zavar a sorozatban, az, hogy cigiznek, oké, ők már nem lesznek betegek tőle, de hogy isznak, cigiznek, tehát hogy az annyira emberiek, ezek emberek. És csak akkor igen. Vámpírok, amikor ölnek, de egyébként a hétköznapjukat teljesen emberként élik, a párkapcsolatuk, a reakcióik, full a emberi, vitáig. A vitáik, ez a perlekedés borzasztó, tehát hogy teljesen lerántották emberek szintjére ezt, és mi halhatatlan lényekért vagyunk itt, és nem emberekért. Anne Rice is humanizálta azért a vámpírokat olyan szempontból, hogy nyilván a Louis karaktere a legemberibb, és lesz, tehát azért nézte őt ki magának. Most direkt nem azt mondtam, hogy beleszeretett, mert náluk a szerelem az már egy egészen más dolog. Tehát nem homoszexuálisok, hanem a társas együttélés, ilyen bokrokba, ugye itt klánnak nevezik, amikor többen élnek együtt, de azt ott a könyve bokroknak nevezik. És akkor páran összeállnak, vagy ketten, tehát ők a magányt próbálják így valamennyire elütni, mert ugye az Anne Rice azt vizsgálja ezekbe a könyvekbe, hogy maga a halhatatlanság, azt milyen lehet megélni. És ennek fényében mutatja azt is be, hogy vannak olyan vámpírok, akik aztán bekattannak és beugranak a tűzbe. Van egy ilyen rész, aminek azt hiszem az a címe, hogy ugyan mi mondandója lehet a bukottaknak egymáshoz, talán így fordítanám le. The damned, what can the damned say to another, valami ilyesmi a címe. És abban van az, hogy beugrik a tűzbe a vámpírcsaj, és igen, tehát, hogy azt érzem, hogy az igazi dilemmák, amik ebbe benne voltak, tehát ez, hogy múlik az idő, és az összes ember meghal körülötted, és te kurvára egyedül vagy, és már nincs íze az ételnek, és nem kívánod a nőt vagy a férfit, és igazából csak a vérszívás van neked, meg az éj sötét. Tehát, hogy ebbe
hogy nem őrülsz bele, és hogy mit tehet egy vámpir a magány ellen, hogy lehet 500 éven át létezni, miért élsz, mi értelme van a létezésednek. Ezeket a dilemmákat kellett volna, hogy tárgyalja ez a sorozat, de hát nem éreztem ezt olyan nagy problémának, mert a Louis mindegy, hogy éppen kivel van, de hogy ő mindig párkapcsolatban van, és akkor az ilyen teljesen normális hétköznapi életnek tűnt. Hát inkább az tűnt fel nekem a sorozatban, hogy a mostani modern problémákat, párkapcsolati dinamikákat mutatja be, ami egyébként szerintem nem egészséges, mert így is el van eléggé torzulva ez az egész társadalom, és amiket sokszor tárgyaltunk már podcastekben, hogy ez a narcisztikus manipulációs kapcsolatok meg dinamikák, tehát hogy itt is ezt kell néznem. Tehát érted, mit akarok mondani? Értem, hogy mire mondod, igen. Hát, de jó, oké, ez is egy aspektusa, de hogy én azt nem értem, hogy egyébként tényleg, tehát visszatérve a dilemmákra, ebben a műben annyira erős dilemmák vannak tényleg, amikkel érdemes foglalkozni, és sokkal inkább kíváncsi lettem volna. Tudod, amikor néztem az Antonio Banderas Armandját, akkor az egy félelmetes, de vonzó valaki volt, de félelmetes volt, és nem tűnt embernek. Tehát azt tetszett a mozgásába, az arcába, ahogy őt ábrázolták. Az egy halhatatlan, az egy élő halott öreg lény, és olyan izgalmas volt nem tudni róla semmit, és annyira akartál tudni róla mindent. De hogy itt az Armand az egy ilyen kis aranyos filigrán csávó. Na, várja, az Armandot tegyük tisztába, az Antonio Banderas féle Armandnak semmi köze nincs a könyvbélihez. Jó, és ez a srác alkatra közel áll a könyvbe. A könyvbeli Armand egy 16 évesen átváltoztatott, szép arcú, kecses, vékony fiú, akit az ő mestere, aki szintén festő volt, még modellnek is használt, de tényleg ő nagyon szép volt, férfiak, nők szerelmesek voltak, bár egyébként ő az a karakter, aki, ha jól emlékszem a könyvében is, csak azt én angolul olvastam, és nem egy könnyű olvasmány, mert a Ben Rice egyébként nagyon választékosan ír, ahhoz képest ugye pláne, hogy tehát ilyen már szép irodalmian, de hogy az Arma, ő tényleg homoszexuális kapcsolatban volt férfivel, de a többiek nem, meg az, hogy a Lestattel is összekavart, nekem ez már nagyon sok volt. Jó, de neked tetszik ez az Armand? Tehát, igen. Jó, elmondom, mi nem tetszik. De hát alapból nekem a színész nagyon Armand, azt leszámítva, hogy a könyvbeli Armand nem bangladesi származású, tehát nem kreol bőrű, hanem Ukrajnába született, azt hiszem Kijev környékén, és úgy kerül Olaszországba később, mindegy, de hogy ő egy fehérbőrű, vöröses hajú fiú, és ilyen Caravaggio angyalszerű, légies, szép arcú színet, és egyébként ez a színész, utána néztem, a neve nem jut eszembe, de hogy bangladesi származású, egyébként ő arcformára, meg a nagy barna szemeivel, meg a sztóikussága, meg a légiessége, az inkább a könyvbeli Armand, és ezt én végre megkaptam. Tehát én ennek nagyon örültem. Nekem semmi bajom az Antonio Banderas féle Armanddal, csak az nem a könyvbeli Armand. Jó, ugye nem olvastam a könyvet, nekem pont az ellenkezője. Engem ez rettenetesen taszít, ez a srác, de nem azért, mert hogy most filigrán vagy feminim, tehát nem azért, mert egy femboy ő, hanem azért, mert nem zavarna az ő fembolysága, ha ő egy 50 éves vámpír lenne. De az, hogy az egyik legöregebb karakter itt, aki ráadásul a Coventnek a vezetője, akinek elképesztő hatalma van, az egy ilyen szerelmes kis angyalka, ez számomra taszító és groteszk. Egyszerűen tehát nem tudok tőle félni, nem látok bele tekintét, nem tudom elképzelni, hogy őt követik. Tehát, hogy ő nekem egy szerelmes kamasz fiú, tudod? Az az írásnak a hibája. Amikor a srácnak voltak olyan pillanatai, főleg az elején, amikor még nincs belebonyolódva ebbe a Louis őrületbe, már bocsánat, akkor vannak olyan, nem tudom, beállásai, nézései, stb., vagy játéka, amikor látom benne ezt a
hogy ő egy légies éteri alkat, de utána olyan szinten elviszik a zavarosba a karakter, tehát mi az, hogy egy Santiago féle fiatal vámpír ledominálja, és akkor ott mindenféle felmosó munkát adnak neki, könyörgöm, 500 éves az Armand. Igen. 500, ha akarja, felgyújtja a Santiago-t személyével, érted? Igen, de Tehát ez is olyan érdekes, hogy a filmben baszottul irritált a Santiago. Tehát, hogy mert egy idióta ember volt. Tehát az idiótáskodott végig, teljesen komolyan vehetetlen volt, és nem tudok így elképzelni egy vámpírt se. És itt meg, na látod, a Santiago az egy vezér. Tehát a Santiago-nak van karizmája, karaktere, határozott, Kripacs volt itt egy kicsit, Igen, de félelmetes volt, és egyébként fergeteges alakítás ez a színész. Nagyon Úristen. jó. Én is azt mondtam, hogy kihozták a karakterből a legtöbbet. Tehát erről beszéltünk, hogy vannak benne nagyon jó hozzátoldások. Igen, Mert ugye nagyon érdekes. a könyvben a Santiago azért nincs ennyire kifejtve, meg nem is mentek bele ennyire mélyen abba, hogy kinek mi a ott a klánon belül a motivációja, mert nem is volt talán ott benne ez, hogy a Santiago vágyik a vezérségre. Illetve ami még a könyvből hiányzott, az a Louis-nak és a Claudiának az erdélyi utazgatása. Tehát az csak ugye meg van említve, hogy elmentek, és nem találtak semmit, és csalódottak voltak. Jó, De itt az egy egy jó hozzátoldás, az belefért. Na, az egy nagyon zseniális rész volt, annak ellenére, hogy egyébként az egész történet későbbre van helyezve, mint ahogy a könyvben van. Tehát itt azért a második világháborún már túl vagyunk. A Madeleine-nek a sztoria is teljesen új, mert a könyvben, ha jól emlékszem, én nagyon régen olvastam már, de ott egy gyermekét elvesztő nő, aki a Claudia Pontosan, igen. ott kislányát látja, ami egyébként az írónőnek a saját fájdalma Igen. volt, hiszen ő is elvesztette a kislányát, és a Claudiát róla másolta, és akkor Claudiára kitérnék csak annyira, hogy én 10 éves koromban olvastam először Endres műveit, és nekem az egyik meghatározó ilyen irodalmi élményem, tehát nekem nagyon sokat hozzátett az íráshoz való viszonyomhoz is, meg úgy az egész tinédzserkori énemhez, tehát az írónőnek a munkája. És emlékszem, hogy osztálytársnőmmel mi nagyon szerettük, és szabályosan divat volt utálni Claudiát. Egyébként sokan utálják a könyvben, én se szeretem annyira, mint ezt a sorozatbeli Claudiát, ezt nagyon bírom. Tehát ez a kreol kislány, vagy lány, szerintem ez már egy idősebb lány. Mennyi csak idős? Fiatal. Tippelj, tippelj. Mennyi idős? Figyelj, a Bridgertonból kiindulva, én egy 30-asra is megtippelném simán. Egy helyen olvastam, mert mindenhol dugdossák, de egy forrás láttam, és aztán még egy helyről megerősítették, hogy 25 éves a csaj. Azért ahhoz képest, hogy a Claudiának 5 évesnek kéne lenni, azért az erős, de mindegy. Jó, de a Kirsten Dunst is idősebb volt. 11 volt, annál. Azt hiszem. Azt hiszem 11 Igen, volt. Mint ami a könyvben van. Jó, Ugye csak... kevésbé érzed ezt a drámát. Hát meg nem, Hogy tehát hogy jó, igen, egyrészt, másrészt meg ez már egy teljes művészeti irányváltoztatás, tehát hogy ezt mondom, hogy ez a gáz, hogy az igazi drámája ennek az egész műnek az, hogy az Enrise elveszti a gyerekét, és ezt a bánatát írja bele ebbe a karakterbe, és ez a karakter egy anyát akar magának, egy társat az életre, tehát neki az hiányzik, és viszont itt a sorozatban meg leszbikusságról van már szinte szó. Tehát, hogy ők már szinte, ez is egy romantikus kapcsolatba megy át. Csak ugye nincs ideje kibontakozni. Hát a körbekarikát mindenki lefúr mindenkit, már elnézést. Tehát, hogy a Armand a Lestattal is, nekem ez már egy ilyen Tinder sztori volt. Tehát ezért mondom, hogy ez egy emberi, modernkori valami, amit beleírtak. Egyébként az Armandnak kb. Annyi köze van a Lestathoz, hogy találkoznak bizonyos események, történések közepén, és később, amikor már a Lestat túl van a rockstárságon, stb., akkor néha így összefutnak, és kb. Ennyi a kapcsolódásuk, hogy szervusz Lestat, szervusz Armand. Ennyi kb. Tehát, igen, hogy... de közben okosan meg van írva ez az egész, hogy itt összefonódnak a szálak, és jól fel van építve. Ez egy nagyon jól megírt homoszexuális párkapcsolati dráma.
Igen, az viszont nagyon jól meg van írva. Tehát nagyon jól Az meg van tény. írva, és egyébként működik, és minden logikus, és ilyen szempontból nézve a Malloy, ugye a riporter, az is logikus, tehát minden tökéletesen összeér, csak ez már nem az a történet. Tehát, hogy ez szinte félig embereknek a párkapcsolati drámája, és ami még fáj nekem egyébként ezen túl, mondom ezt úgy, hogy egyébként élveztem ezt a sorozatot, és mindjárt elkezdem majd kibontani, hogy mik azok, amik tetszettek, csak hát ennél fontosabb az, hogy mind változtattak, ami az eszenciája, és az, hogy a Louis-nak az embersége, tehát a kulcsa ennek az Enrise-os vámpír sztorinak egyébként az, hogy a vámpír az már nem ember, az elveszíti az emberségét, de teljesen mindent, amit mondtam, nem érez ízeket, nem érez bűzöket, nem kívánja az embert úgy szexuálisan, éjszaka jár. Tehát nézd meg azt, hogy a Louis is hiába egy bohém fotós, de hogy csak éjszakai képei vannak, tehát azok meg hát olyanok, amilyenek ez nem nappal mennyivel jobban él ez a bolygó, meg minden rajta, és a Louis nem járhat ott már többé, és nem csinálhat ott fotót semmiről nappal. Tehát, hogy az emberi mi volta, az elveszett teljesen, elveszik a vámpírnak, és egy ilyen szituációban a Louis az, aki még az összes vámpír közül ugye a legemberibb, és el is hangzik ugye a filmbe, hogy ő egy vámpír, aki érez, és hogy maga is meghal, amikor öl. Tehát, hogy ez a nagy dilemmája a filmnek, ahol a Brad Pitt nem hajlandó emberéletet kioltani, hanem patkányon él. És ehhez képest itt, mondom még egyszer, itt ezt mit fölrúgják, mert ez a Louis, ez kurva jól érzi magát, mint vámpír, amikor van párkapcsolata, és mindig van párkapcsolata, és egyébként ő így szabadon jár kell, és lazán faszán öldösi az embereket is. Gátlástalanul csomó szituációban embereket öl, és nem érdekli az, hogy kiolt egy életet. Tehát, hogy az eszenciáját elvették annak a karakternek, és nem értem, hogy miért. Igen, és amit a Nosferatu trailernek a elemzésében említettél, hogy te válsz bizonyos misztikumot meg parát a vámpíroktól, hogy annyira levitték őket emberbe, hogy ugye a könyvben ott még részletesebben ki van fejtve, hogy amikor a Louis-nak az ültetvényén ott nem egy csodált bordélyházat működtetett, hanem rendes ültetvényes volt. A Lestettel egy ideig ott éldegélnek, meg a Lestett apjával, aki nem szerepel a sorozatban sem, meg a filmben sem. És ott a saját rabszolgái, azok a rabszolgák, akik egyébként hisznek a természet fölöttiben, és vudúznak, mert mit tudom én, azok elkezdenek gyanakodni, hogy valami nem stimmel. Például a Louis-éknak ilyen fiatal lány szolgálója van, és amikor kiviszi a vacsorát, meg kitölti a bort a boros pohárba, azt hiszem, hogy meg is jegyzi, hogy de uram, egy Nem kortyok eszik meg, sem nem. ivott. Ja. Igen, és akkor úgy kezdenek el gyanakodni a saját embereik, akik aztán felgyújtják az egész fószerájt, és elüldözik őket, hogy furcsa gyilkosságok vannak, a gyerekeik, férjük, feleségük hal meg, kiszívják a vérüket, és hogy az urak, az úrfik nem esznek és nem isznak. Igen. Tehát ugyan érintetlen a tányér. És tudod, ez ad egy olyan félelmetes aurát az egésznek, és közben meg átérzed a Lubinak a drámáját is, hogy úristen, hát én ezt nem kértem, és most ezt kell csinálnom. És ugye a Lestatnak van az a szövege, amit a mond is az eredeti film végén, amikor megharapja a riportert, hogy nekem sem volt választásom. És ugye itt a sorozatban is van már utalásra, amit remélem, hogy a következő évadban jobban ki fognak fejteni, hogy a Magnus nevű vámpír, aki elrabolta a Lestatot, amikor színész volt, mindenfajta előzetes kommunikáció nélkül gyakorlatilag átváltoztatta, és közölte vele, hogy ez az örökségem, ott van egy csomó arany, én most beugrom a tűzbe, és viszlát. Még csak Igen. ki sem tanította a Lestatot, hogy egyébként te vámpír vagy. Tehát a Lestat az elején azt látta, hogy a Magnus levitte egy börtöncellába, vagy hova, egy ilyen aknába, ahol egy csomó ilyen szőke, kékszemű fiatalember volt már voltam, mert azok ugye nem élték túl az átváltoztatást. És azt tapasztalja magán, hogy szarul van, minden kijön belőle, utána átalakul, és levágja a haját, és másnap a fel kell, ugyanúgy visszanő. És attól ezektől majdnem megőrül.
Ja. És a Nikolász, vagy Nikolaus, akit itt most szintén a Lestat szeretőjeként állítottak be, ő nem volt a homoszexuális szeretője, hanem a legjobb barátja volt, akivel egy faluból jöttek. Nagy álmodozók voltak, ez volt a vágyuk, hogy Párizsba menjenek művészkedni. A Lestatból színész lett, a másik srácból meg hegedű művész. Ezt is levitték egy ilyen fiúkaklubból szinte, és azért annyira mérges voltam. Mert a Lestatnak a szeretete és bánata a Nikolász iránt, ami által meg tudod érteni azt, hogy ő miért viselkedik idiótaként a Louis-val, az ezekből következik. Igen, És ugyanakkor, ami lehet, hogy neked például tetszene, hogy árnyalják a Lestat karakterét, de például nekem meg pont azt tetszett a filmben, a Lestatban. Ugye én nem akarok mindenkit kedvelni, és nekem nagyon tetszett, hogy a Lestat egy köcsög. A Lestat egy undorító féreg volt a filmben, és imádtam ezért. De várjál, hát most És ez itt a meg a legjobb. Lestatot bírom a legjobban, a Lestat jelent a legtöbbet. Igen, de a Lestat a valódi hős, antihőse az Enrásznak, és pont néztem a minap egy tök jó elemzést a Démon, vagy Demon, ki hogy mondja, Targaryenről, és ott fejtegették, hogy ő ugyanaz, mint a Lestat. Tehát ez egy szürke karakter. Nem jó, nem cuki, de nem is mondanád rá, hogy egy gonosz, hanem szürke karakter. És a Lestat az ugye később kinövi magát, tehát a következő években lesz valószínűleg a Rockstar Lestat, meg az Akasha sztori, de hogy ő a második könyvben, ami a Lestat a vámpír, ő tisztázza magát. Tehát az első könyv az a Louis-nak a szemszöge, a második könyv a Lestat története, és azért ott nagyon sok minden kiderül, hogy például amikor felvitte a lakásra, az azt hiszem, itt nem volt a sorozatban, de a filmben igen. Amikor felvitte a prostituáltakat, tudod, a lakásukra, és a kivéreztetés, a barátom pap, majd meggyónhatsz neki, tudod, az a jelenet, Ott azt én gúnyolódik, imádom. meg szórakozik, ja. És az el van magyarázva a könyvben, hogy a két csaj férfiakat húzott le, és ölt meg, azt hiszem, méreggel, vagy mivel is, ő ezt kifigyelte. És ő egy csomószor olyan áldozatokat választott, a Lestat is, ami az igazságérzetét zavarta. A gazdagok közül is egy csomó olyat öltek meg, akik mondjuk másokat loptak meg, vagy másoknak a hátán gazdagodtak meg, és mondjuk öngyilkosok lettek, tehát hogy ő azért neki volt egy igazságérzete, csak ő direkt eljátszotta ezt a faszkalapot. Hogy nem tudom, miért ő ezt felvette, és nyilván egy picit narcisztikus figura, teátrális, az ő története az, hát ő egy nemesi származású fiú, aki nagyon nem jött ki az apjával, az először pap szeretett volna lenni, aztán meg színész, aztán el is szökött otthonról, egyedül az édesanyjával volt szorosabb kapcsolata, akivel tökre hasonlítanak, Gabriel, nem tudom, hogy ő fel fog-e tűnni ebben az univerzumban, itt a sorozatban, de őt Lestat változtatja át, és például ott is le van írva az, hogy a Gabriel, aki egy gyerekszülésekben megnyomorodott, egyébként fiatal nő, de a tüdőbaj miatt lényegesen idősebbnek kinéző nő, ahogy megharapja a Lestat, megszépül, visszajön a keble, kisimul, tehát hogy a halandóságban az a sok-sok szenvedés, hogy sok gyereke meghalt, és csak három maradt életben a Lestat meg a bátyjai, hogy a férje egy idióta volt, és nem tudta soha megélni se a nőiességét, se a kalandvágyát, mint nő, egy elnyomott nő. Egyébként na ez egy Me Too sztori. A Gabriel anyja egy igazi olyan történet, amiben meg lehetne azt mutatni, hogy egy nő, akit egész életében elnyomtak és a kötelességét tette, az megkapja a sötét ajándékot, és onnantól kinyílik. És a Gabrielt azért nem látjuk egy csomószor, mert ő tudod, mit csinál? Beveti magát az Amazonas dzsungelébe, és kalandor. Tehát, hogy onnantól ő már nem Gabriel. Kezded el, hogy olyanokat csinál, hogy direkt levágja fiúsra a haját, azt hiszem, meg így mindig összefonja, meg férfi nadrágba jár. Tehát, hogy onnantól, na az ő karakterén érzed azt, hogy igen, ő már nem ember. Ő már nem is nő. Igen, ez tök izgalmasan hangzik, és de hát, hogy ez az. Én erre vagyok kíváncsi. Tehát Igen. ilyen jellegű változásokra. A Louis-nál szeretem, hogy benne megmarad az emberség a filmbe. Az nagyon izgalmas és érdekes, de azért érdekes ott, mert ő van ezzel egyedül. És körülötte minden vámpír undorító a maga módján. Gyönyörű, de undorító. Tehát tudod, a filmben a Lestaton is a halált érzed, az Armandon is a halált érzed, meg ilyen ős öregséget érzel.
Itt meg teljesen mai módon viselkednek, és így, hát így picsognak arról, hogy milyen színű a függöny, és hogy neked tetszette a függöny, kb. Ilyen szintű párbeszédeket tolnak az interjú során. Tehát, hogy Jó, azért ők szeretik a szépet, meg a művészetet, és azért gyűjtenek tárgyakat, meg szeretik a szép kelméket, a jó ruhákat, egyébként a luxus szeretik, ezért is rabolnak az áldozataiktól. Tehát a jó, jó, Márkusznak jó, is csak tudod, hogy embereket kimondani. nézek. Én azt érzem, hogy embereket Igen, néztem csak legtöbbször. néha, mondjuk, hogyha az egész történet úgy meg van írva, ahogy mi szerettük volna, akkor ha néha bedobnak egy ilyet, akkor az arra lett volna jó, hogy azt érezd, hogy ők azért gyűjtenek művészeti alkotásokat, tárgyakat, mert egyébként szeretnek emlékezni és nosztalgiázni. És ez is egy picit őket az életben tartja, tehát hogy ne őrüljön meg. Mert ugye az interjút is én azt vettem ki a sorozatból, hogy azért ragaszkodik hozzá a Louis, hogy az emlékezés által újra érezze magát. Lehet, Tehát, hogy ez igen, nem egyébként lehet. egy rémálom volt, vagy egy álom, és aztán ugye ki is derül, hogy rengeteg emlékképe meg lett hamisítva, mert ugye az Armand belenyúlt. Na, ez a másik az Armand, hogy itt nagyon el lett víva a karakter egy ilyen manipulatív, ilyen szerelemféltő pasas irányába, de hogy ő a könyvben nem ilyen. Ő már egy egész más szférában van. Én azt érzem, hogy óriási zicser az Armand, és óriási zicser az, hogy ő milyen öreg, és milyen hatalmas, és arra vagyok kíváncsi, hogy honnan jön, hogy mi van a Igen. múltjában. Engem a múltja érdekel. De a És így... könyvben ez is van. Ez is Ja, van. jó, ez tök jó, de hogy így ez lett volna amúgy szerintem az evidens is. Tehát, hogy azért az ember mindig válaszokat keres. Mindig... Amikor Louis és Claudia keresi a válaszokat, hol vannak a vámpírok, és megtalálják a párizsi bokrot vagy klánt, akkor nagyon úgy tűnik, hogy Armand a legöregebb. Igen. Aztán szépen lassan kiderül, hogy nem, csak az öregek azok így a világ minden táján járkálnak, és ugye az öregebb vámpírok már ritkán táplálkoznak, tehát nem is nagyon kell nekik így törni magukat, hogy most jöjjek, menjek. Meg van, hogy el is mennek aludni egy időre, de Hát hogy az aludnak egy Armand... évszázadot, tudod. Aha, igen. Ja. Egyébként a Lestat is úgy lesz rockstar, hogy előtte Igen, annyira tudom. megviseli őt a Louis-val való hát ilyen hadakozás, vagy hogy mondjam, hogy utána ő száműzi, tehát azt érzi, hogy ha nem megy el aludni, akkor ő megőrül, ő kimegy a napra. És aztán arra ébred fel, valami kriptába lefekszik, és arra ébred fel, hogy valami dübörög. És ő átaludta a második világháborútól kezdve minden, és akkor egy rockbanda próbál a közelébe, és a zene hívja elő a teatrális énjét, ugye. Na de hogy az Armand esetében, ugye, mivel akkor úgy tűnik, hogy ő a legöregebb vámpír, sokan azért is szeretik az Armandot, már akik az eredeti olvasói távol, mert benne van ez a misztikum, hogy honnan jött ki ez. Ilyen 16 éves fiú testében van egy ilyen nagyon öreg lélek, és egyébként ilyen szép, ilyen angyali külső mögött, tehát hogy mi az ő története. És aztán meg is írta az András az ő sztoriát, ami ugye kapcsolódik Máriuszhoz. Ő is gondolom majd a harmadik évadban jelenik meg, de Hát őt nem tudom, hogy lehet még nagyon visszahozni, tehát, hogy most, megutáltatták most hát velünk most egy megut, ez könyvben. egy lezárása az Armand szálnak szerintem, és egyébként olyan értelemben lezárása a Lestat szálnak is, hogy a legvégén egyszerűen így megbocsájtunk a Lestatnak, és így kibékülnek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezek után hogy lehet, szóval nem értem, hogy akarják folytatni. Kibékülés megtörténik a könyvben is, csak nem most, hanem a Kározottak királynőjében. Tehát amikor a Lestat rockstar lesz, és egyébként amit most láttál, hogy a Louis-t ugye fenyegetik a vámpírok, hogy Az nagyon jó megöljék, volt. mi az, hogy Jaj, ahogy mi a mindenkinek fénye. hallotta a gondolatát, marha jó volt. Igen, de ez inkább a Lestatnál van, mert ugye a Lestat, ő konkrétan rockstar lesz. Ja, Tehát tudom, hogy őt ő... is, igen, őt is fenyegetik, hogy hogy képzeli. Igen, és amikor a Lestat ennyire durván kipakolja magát a médiába, tehát itt nem csak azon, hogy egy írott szó van, ahol tulajdonképpen te eldöntheted, hogy az igaz vagy sem. Jó, hát a Lestat is azzal haknizik, hogy ő vámpír, de mindenki úgy fogja fel, hogy hát ez a show része. És közben meg ugye úgy veszi a vámpírtársadalom, hogy a Lestat a legnagyobb áruló, mert ő a modern médiának a segítségével már egyre többet mutat meg Igen, magából, meg egyre mindenkit több meg. veszélyeztet. És akkor őt meg is akarják ölni, és gyakorlatilag a Lestatnak az ilyen mértékű fénybe lépése előhívja az összes vámpírt, tehát megjelenik újra az Armand,
meg akik még életben vannak, akkor a Pandóra, a Várja Máriusz még akkor talán, igen, ő is életben van, akkor ugye a Louis is újra megjelenik, tehát nem volt kibékülés, hanem a Lestat aztán megint megsérült, a Louis-nak a bosszújában, vagy nem tudom, hogy volt, de a lényeg az, hogy ő ott nagyon össze van törve, tehát bűntudata van szerintem egy kicsit, hogy bánja azt, hogy bántotta a Claudiát is, meg a Louis-t is, és elmegy aludni. És utána lesz rockstar, mikor a 80-as éveknek a nem is tudom melyik részében ő felébred. Érted? Igen, de most, hogyha a sorozatot nézzük, kicsit ez az egész ilyen okafogyott, és egyébként az egész sorozat csúcspontja számomra a záró jelenet, amikor így újra találkoznak, és az fantasztikus, és nagyon érzelmes, elképesztően szép, ahogy beszélnek egymással, és hogy ott megvallja a Lestat, hogy mindig a Claudiára gondol, és hogy nem tudja kiverni a fejéből. Gyönyörű. Tehát, hogy egyszerűen pazar, és részemről itt helyre rakta az ő viszonyukat. Tehát nem tudom, hogy akkor ezt hogyan lehet így most folytatni. Igen, a könyvben is, tehát ott ne azt képzeld el, hogy Lestat és Louis újra összejönnek. Tehát Louis megtanult, hát egy kapcsolatfüggőből lesz egy önálló entitás, tehát ő már nem nagyon akar senkihez csapódni, ő ezt tanulja meg, senkihez. És úgy el van. Tehát jön, megy, úgy létezik. Most nem tudok más mondani egy vámpira, mint hogy létezik. És ott sem az van, hogy egymás nyakába borulnak, és akkor újra szeretők, vagy hát most nem szeretők, hanem ilyen kompánia, hanem egyszerűen csak megbocsájtanak egymással, mert ahogy mondják is a sorozatban, hogy az idő az elmos dolgokat, meg úgy gyógyít, hát ugye relatív, mert nekünk halandóknak egy picit más a felfogás. Nyilván 70, 100 év, 200 év, 300 év távlatából lehet, hogy sokkal jobban meg lehet bocsátani. És ugye emlékszel, hogy a Trója című filmben is, hogy mondja az Achilles a Joyce-nak, hogy az Istenek kirídik tőlünk ezt a gyors elmúlást. Ja, hogy minden nap nem az tudom. Utolsó lehet, igen. Nem tudom, hogy én ezt irigyelném a vámpirok helyébe, egyébként én nem. Tehát igen. Igazából nem is az elmúlással van a baj, hanem az öregedés, meg ez a leépülési folyamat. Tehát, hogyha csak egyszerűen így elaludnál, mint Noé idejében, amikor leírták, hogy mit tudom én, egy 700 éves ember fogta magát, és elaludt, akkor még azt mondom, hogy van ennek egy méltósága. De például itt a sorozatban ezt sem fejtették úgy ki, ezt én úgy sajnáltam, egy kihagyott zicser volt, hogy az újságíró csávó az megöregedett. Azért, mert ez a sorozat teljesen máshova rakta a fókuszt. Kusza, kusza. Ez egy kesze-kusza, egyébként teljesen logikus és jól felépített, de párkapcsolati agonizálásra rakta a fókuszt, ahelyett, hogy a halhatatlanságon moralizálna. Sokkal érdekesebb lett volna, izgalmasabb. Nem mondom azt, hogy ez nem működik, mert működik, csak miért kellett ezt ennyire elvinni ilyen irányba és megváltoztatni, miért? Ez már annyira durva túltolása szerintem valaminek. Szerintem csak így engedték újra elővenni ezt a történetet. Tehát én arra gondolok, hogy csak így mehetett át most Hollywoodnak a sztúdiója. Figyelj, én azt tudom, hogy, vagy hát hallottam valahol, hogy mielőtt kijött volna a film, akkor az Anne Rice elkezdte átírni melyik karaktert? Talán szem a Louis-t? Azt hiszem, hogy elkezdte átírni a Louis karakterét nőbe. Mert attól tartott, hogy majd belelátják a homoszexualitást, és akkor úgy majd nem mehet le, mit tudom én, 90, nem tudom hányas ez a film, tehát akkor 20-30 éve az a film. 94-es volt, ha jól emlékszem. De gondolj bele, hogy egyébként ez is sokat elmond. Tehát, hogy ez a nő egyáltalán nem homoszexuális párkapcsolati drámának szánta ezt az egészet. Tehát, hogy az, hogy hogy valaki mit képzel oda, tehát az megint egy dolog, de nem is értem, hogy lehet ennyire. Én szerintem az Anne Rice-nak ez nem tetszett volna amúgy. Figyelj, az Anne Rice, ő szegény 2021-ben elhalálozott, ami hát engem megdöbbentett, mikor láttam a közösségi médiában, hogy a fia kiposztolta. Tehát nyugodjon békében az írónőn, én tényleg nagyon sokat köszönhetek neki. Ő egy rendkívül művelt és intelligens nő volt,
Egyébként ezeket a könyveket főleg nőknek írta szerintem, tehát az olvasók többsége nő, aztán nyilván a filozófiai része miatt, meg a film miatt lettek aztán fiúk is a rajongótáborban, de hogyha olvasod, azért felfedezed benne azt, hogy ezek a férfi vámpír karakterek azért egyfajta ideálok szerint Ja, vannak megírva. igen. És például a Lestat, a Vámpír című könyv az abszolút úgy indul, ahogy leírja, hogy hogy néz ki a Lestat. Még azt is leírja, hogy az orrnyerge milyen, meg az álla, hogy szögletes, meg hogy váligérő szőkehaja van, ibolya kék szeme, huncut mosolya. Tehát, hogy ezek női vágyálmak, ideaképek, persze, hát mi is nem fogok itt álszenteskedni, mi is valahol szerelmesek voltunk ezekbe a karakterek, tehát mi imádtuk tiniként. Jó, mi ilyen gótikus, romantikus lelkű lányok voltunk régen, tehát hogy nyilván ennek is van egy közönsége, akiket ez nagyon megfogott, de mi akkor nem úgy fogtuk ezt fel, hogy ezek most homokosok. Nem is volt erről semmilyen említés a könyvben, hanem az, hogy ők a társas létben próbálnak még valamiféle motivációt találni, mert ez a társas együttműködés, inkább így mondanám, ez úgy bennük van. De őket már nem érdeklik az ilyen halandó motivációk. Ha van is valamiféle ragaszkodás egymáshoz, vagy az, hogy ugye a Lestat is valamilyen szintig beleszeretett a Louis-nak a smaragdzöld szemébe, tehát ez le van írva, de nem úgy szeretett belé, mint egy ember az emberbe, hanem hogy ez a sötét ajándok, amit ugye a könyvben ajándok, itt ajándék, amit a vámpír átad neked azzal, hogy átváltoztat. Ez egy kegy. Tehát úgy van felfogva, hogy ez egy szent dolog, legalábbis az öregek szerint, és csak különleges személy kaphatja meg. Na most ez később odakorcsosul a 20. századra, hogy már mindenféle jöttmentnettet is megharapnak, tudod, ahogy zűlik le ez a vámpírlét, és például az Armandék generációja ettől undorodik. És már a párizsi bokor, vagy klán, amit itt látunk, a Santiagoék is már egy ilyen lekorcsosultabb klán, és az Armand azért is akar a Louis-val úgymond összeállni, mert úgy érzi, hogy ezekhez neki semmi köze. Meg, érted, mit akarok mondani? Igen, meg a Louis azt érzi, hogy egy más világnak az üdeszele, és hogy benne még van valami emberség. Tehát, hogy üdítő neki a személyisége a Louis-nak. Egyszerűen a lelke. Igen. Igazából a lelke. Igen. Igen, hát lelke, most nem tudjuk, hogy van-e nekik, mert egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy a sorozatban azt mondják, mikor valaki így felégetnek, mint a Klaudiát, hogy meghalt. De már halott volt. Tehát, hogy akkor mi az, ami távozik. És ezen sokat gondolkodtam, hogy amikor a sötét ajándékot megkapja valaki, akkor gyakorlatilag a személyiségének egy részébe kapaszkodik bele valami démonszerű entitás, ami aztán a vér által életben tartja a porhüvelyt, vagy mi lehet, mert a másik ilyen regényes folyam, amit mi nagyon szerettünk, és az is évek óta hánykolódik Hollywoodban, pedig abba aztán mindenki csinálja mindenkivel, tehát az indokoltabb lenne, hogy megcsinálják, az az Anita Blake sorozat. Nem tudom, ismered-e? Nem. Abba, ott tényleg szexelnek a vámpírok halandókkal is, ott az Anita Blake is egy halandó vámpírvadász, és egy vámpír a pasia, a Jean-Claude, és ott le van írva, hogy amikor az Anita ott van nála, akkor ő nem a koporsóban alszik, hanem az ágyban vele. Mert hogy az Anita ember. De amikor jön a nappal, akkor a Jean-Claude az olyan, mintha kiszállna belőle a lélek, vagy az a személyiség, ami benne van, és ott marad az üres porhüvely. Tehát ez le van írva a könyvben, hogy az Anita is így nézi a Jean-Claude-ot, és ettől csak azt látja, hogy így mintha így kilehelni a lelket, és eltűnik az a szellem, ami még a porhüvelyben van. És amikor jön az éjszaka, tehát a nap lemegy, akkor a Jean-Claude újra életre kel, és hogy igazából nem tudja megmagyarázni, ő se pedig vámpírvadász, hogy mi a fene történik a vámpírokkal. Nagyon az érdekes Enrice leírja. Láttatás. Igen, hogy az Enrice leírja a könyvekben, ugye, hogy az ákásáik hogyan lettek szörnyetegek, ott valami entitások szállták meg őket, tehát biztos, hogy valami démonszerű lények azok, amik átveszik a test fölött az uralmat, de hogy ezek már, hogy halottak, vagy élő halottak, nem tudom. Nekem nagyon hiányzik már egy jó vámpír történet, tehát a Nosferatut én is nagyon várom. És nekem kell, hogy a vámpírokban legyen egy misztikum.
Tehát az alkonyat filmek, meg könyvek azok meggyalázták ezt a kult. Tehát mi, akik Anne Rice-on nőttünk fel, hát nekünk nagyon nem tetszett ez az alkonyatos vonal, ami szintén lehozta az emberi szintre, az emberi párkapcsolati szintre ezt az egészet. Nem kell mindent lehumanizálni. Igen, meg az alkonyat kapcsán nekem az egyik első gondolatom mindig az, hogy adott a Edward, aki 100 éves, azt hiszem, hogy a spanyol nátha idején volt kb. 18 éves, tehát kb. 100 éves csávó, és elképesztően művelt. A személyisége nyilván az kell, hogy legyen, nyilván végtelen ideje volt gondolkodni, felnőni, tehát, hogy ő egy emberi léptékhez képest egy rohadt bölcs, érett valaki, és az a gondolat, hogy jön a Bellas van, aki még csak egy, még személyisége se fejlődött ki, egy 14-5 éves gimis, és hogy ő beleszeret abba a lányba, és megőrül érte, és másra se tud gondolni. Most oké, akkor ha biológiailag nézzük, hogy a vére, vagy a franc a külseje esetleg vonza, de hogy a személyisége nem vonzhatja, az fix. Tehát, hogy meg alapból a Bella az nem volt egy különleges személyiség. Nem, a most Bella üres. A Bella egy papírlap azért, hogy beleképzelje magát a női néző. Az Anita Blake-et értem. Az Anita Blake az egy vagány csaj, meg neki van nekromanta, azt hiszem, tehát van egy ilyen vudú papnői, akármilyen is, vagy már hogy volt, már nem tudom, de hogy annak a csajnak nagyon komoly egyénisége van, és ott érthető, hogy a Jean-Claude miért fűzi éveken át, mire aztán tényleg szeretők lesznek, de hát abban a sztoriban vérfarkasok is vannak, meg egyéb Twilight-ba is. Igen, de az Anita Blake-ben ott nagyon sokféle alakváltó van, tehát még olyan is van, aki gepárdát tud váltani. Tehát ott vérgepárdok is vannak, meg vér nyulak is már szinte, meg ott az tényleg egy nagyon hiperszexuális tört, ez már soft pornó szinte a könyvek. És azon csodálkozom, hogy múltkor volt egy hír, hogy azt is meg akarják csinálni, aztán lefújták megint, és nem értem miért. Tehát a Trubládot is megcsinálták annó, abba is volt szex, sőt, vámpír halandó szex is. Az Anita Blake pedig hatványozottan beleillene most, figyelj mindenbe, mert abban olyan alakváltók vannak, hogy konkrétan némelyiknek neme sincsen. Tehát most simán meg lehetne csinálni a Sandman, meg ilyenek mellé, és nem mernek hozzányúlni. Miért nem? Nem tudom, ez az, amit én nem megkértek. Tudom. De egyébként nekem az a gondolat, hogy most vámpír szexel emberrel, az egyébként izgalmas, és ez a vonal egyáltalán nem zavarna, mert mindig is erotikus volt az, hogy a vámpír, tehát gondolj bele, hogy a nyakát megharapja valaki. Tehát, hogy az, igen, ez nettó erotikus, és mindig is az volt. Tehát nekem itt az interjú a vámpírral egyszer annyi a bajom, hogy mármint a sorozatnál, a filmnél semmi bajom nem volt, de hogy, és az is erotikus volt a maga módján, de hogy itt egyszerűen csak az a bajom, hogy nem érzem a lényüket, nem érzem az idős teremtményt mögötte, hanem teljesen mai, szinte kamaszokhoz hasonló párkapcsolati agonizálást látok. Hát most ez az évad, meg ez végig ez volt. Párkapcsolati dinamikákat, amit nem így van, igen, tehát hogy nem elég, de figyelj, ott kérdezek valamit visszatérve Akasára, hogy a végén megsüthetnék a Lestatot, és a Lestat azt mondja, hogy az nem fog működni, mert én Akasa szülöttje is vagyok. Ez pontosan hogy kell érteni, vagy ez mit jelent? Ez nekem is fennakadt a szűrőmöm, de az a helyzet, hogy én olyan régen olvastam a könyveket, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de lefordítom, hogy mi lehet a sorozatban. Mert hogy a sorozat ugrál, meg más idősíkokon van. Tehát azért nem tudok neked pontos választ adni, mert ez a sorozat egy csomó mindent felrúgott. A könyvekben a Lestat van egy pont, amikor a Máriushoz elmegy, aki őrizte az Akasát meg az Enkilt. Ők, mivel ilyen Egyiptomból származó, vagyis pontosan nem tudjuk, de ilyen Egyiptom környéki uralkodók voltak, annyira öregek, hogy szoborrá váltak, és elmentek így hibernálva aludni. És őket őrzi a Marius, mert őket őrizni kell. Ők azok, akiket őrizni kell, azt hiszem így hívják őket. És a Marius kapja meg ezt a csodás feladatot, és akkor már nem tudom, hogy a Lestat, ő is keresi ugye az öregeket, és valahogy eljut a Máriushoz egy szigetre. És ott a Lestat addig ügyködik, mert ő egy ilyen túlbuzgó figura egyébként a könyvekben,
És én sokkal jobban szeretem a Lestat-ot, tehát ez a manipulatív Lestat, ami a sorozatban van, nekem ez taszítóbb, tehát a könyvekben nekem sokkal jobb a Lestat. És igen, néha idegesítő, mert van benne egy ilyen, mindig valamit csinálnia kell, meg felhívni magára a figyelmet, és ő kitalálja, hogy felébreszti a kasát. És akkor vannak pillanatok, amikor próbálkozik ezzel, és azt hiszem, hogy van egy pont, amikor iszik akasa véréből, de szerintem az sokkal később van, meg aztán az akas, amikor feléled, akkor meg is itatja. Utána kezd el repülni, meg ilyenek, mert egyébként repülni nem tudnak, azt hiszem, úgy, ahogy az akassal, csak ilyen, nem tudom. Jó, de mindegy, akkor itt És valaminek történnie kellett az ez akasával az van, kapcsolatban. hogy a Máriusz, én nem emlékszem rá, hogy ő mert volna inni az akasa véréből. Az a Lestat, aki ezt megmerészteli csinálni. Tehát, hogy ehhez most figyelj, tényleg, ha valakinek frissebb emlékei vannak, az írja le a Ja, majd komment írjátok szekcióba, le. Igen, csak úgy de én úgy kíváncsi voltam. emlékszem, igen, hogy az akasából ő később iszik. És Jó, de azt így mindegy, szorítanám, de hogy ez ezt hogy feltételezi. Tehát ami itt elhangzik, az azt kell, hogy feltételezze, hogy ő már ivott az akasa véréből, Igen, és és azért erősebb. emiatt, igen, és emiatt akkor ezek szerint nem hat rá a tűz, és akkor így élte túl a tüzet, és kész. Hát, azt nem mondom, hogy nem hat rá a tűz. De hogy nem lehet Csak megölni tűz által, akkor így mondom. jobban tud regenerálódni, meg jobban bírja a dolgokat. Azt nem állítom, hogy ezáltal elpusztított. Az akasa, állján, hogy is hal meg az akasa? Én nagyon utáltam az akasát, úgyhogy bocsánat, ha nem tudok róla információt mondani, de nekem az a Kározott a királynője film egyébként most már inkább kultfilm, de csak a nosztalgia faktor miatt, ott Nekem meg az az nagyon nem Aaliyah egyébként. tetszik. Az nagyon nem Az tetszik, az a film. Aaliyah-t én nagyon kedveltem, meg szerettem, de az Akasát mindig is utáltam. Én alig vártam a könyvekbe is, hogy kinyírják meg a Lestattal ez a kapcsolat, tehát én engem annyira felkúrt mindig ez az Akasa, ami egy tényleg egy... Nem tudsz rá úgy tekinteni, hogy úristen, hát ő egy ilyen nagyon tiszteletre méltó a legöregebb lény, egy hülye picsa. És Igen, egyébként egyébként igen. ő azért is lesz vámpír lény, tehát ilyen vérszívó lény, azért átkozzák meg azok a mágiával foglalkozó ilyen ősi népeknek a sámán nője, vagy már nem is tudom, hogy volt, mert egy despota, agresszív, hülye picsa, aki nem tanul semmiből, önző, egoista, és másokat el akar tiporni. És ez a személyisége nem változik meg az évezredek során. Tehát igazából én azt vártam volna egy ilyen ősi lénytől, hogy van benne valami, amitől úgy tiszteled meg úgy, azt mondod, hogy azt a rohadt életbe, de közben rájössz, hogy ez egy picsa. És akkor onnantól fogva nem tudsz vele úgy azonosulni, aztán amikor kinyírják, akkor igazából nem történik semmi. Jó, menjünk még vissza picit a karakterekhez, ebbe a sorozatba, mármint a színészekhez. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én egyszerűen imádom a Lestatot játszó színészt, szerintem az a csávó fantasztikus, és ebben Jó. az előző évadban is nagyon jó volt, most is nagyon jó. Jók vele ezek az odaképzelt behalucinálós jelenetek nagyon, és mellette szerintem a Santiago volt a legerőteljesebb karakter. Ez egy őrület, hogy ez a színész mit művel. Egyébként rákerestem, és Én is. nem is nagyon tudtam, hogy ő ki, de hogy te jó ég, mit művel az ember, milyen hangja van, milyen jelenléte van. Tehát ő fantasztikus még, és ugye az első évadban még azt hiszem a Bailey Bass nevű csaj volt a Claudia, aki szerintem jó volt, de hogy ez a csaj, akire lecserélték, ez fergeteges. Tehát Nagyon jó. fú, Nagyon jó. hallod, mit csinál a Nem tudom, hogy... hangjával, ahogy Igen. üvölt, ahogy ilyen rekedten mondja, hogy you and me and you, te jó ég, te hidegrázós a csaj. Nekem ami tetszik benne, főleg amikor a Louis-val így elengedik magukat, és előjön ez a déli kis parasztságok, Ja, ezt nem tudom, ja, ja, ja. hogy a déli akcentus az a nagyon déli. És az, nekem azt tetszik ebbe a színésznőbe, egyébként nekem fel se tűnt az elején, hogy ugye őket lecserélték, mindegy. Nem tudom, miért cserélték, Nem lehet de tudni, nagy a csönd róla, és ilyen nagyon kamudumát nyomott a Bailey ma. Bass. Nem tudom, mi történt, de azt mondta, hogy jaj, ő mindenki nagyon szeret, ő neki mindenkivel tök jó emléke van, és hogy nagyon sok sikert kíván az új színésznőnek, de sajnos ő most nem tud ebben szerepelni ennyi. Na
alma arca, vagy egy ilyen mandulás, nem tudom. És benne van, tudod, az a feka csajoknak, amelyiknek tartása van annak nagyon, és vannak ilyen nézései, ahol ez a fajta fekete tartás így átnyúl, ez a déli, ezt nem tudom másképp mondani, nekem ez nagyon átjött tőle, tehát én elhittem, hogy ő egy New Orleans-i csaj, és valahogy van is az arcában valami ez a mandulás vonásokkal, amitől én szerettem nézni, ahogy meregeti a szemét. Igen, nagyon És jó. akkor ez a kontaktlencse, ahogy be van nekik rakva, ugye Nagyon mindegyik jó, szem. nagyon. Tehát, hogy annyira él az Megintem. arca, és annyira Igen, az életartó. egész személyisége, ráadásul egy déli bunkó, tehát, hogy időnként Igen. kifejezetten bunkó, de hogy jó, hogy ilyen lobbanékony, és Igen. nagyon, az ő karaktere nagyon jól el van találva, és Ez dacára a annak. Claudia, nekem nagyon bejön, a könyvbeli kevésbé, ezt mondtam, ezt a különbséget, hogy valamiért a sorozatbeli Claudia engem érdekelt, és még Így néztem van, volna. igen. Igen, a koncepciót értjük, és nyilván nem jó az, hogy változtatnak az írónő tudta nélkül, vagy engedélye nélkül, hogy egyszerűen más csinálnak abból, amit ő szánt. De azért egy 5 éves kislányt nézni nem lett volna jó. Ezt láttuk a régi Dűnében, hogy ott is mennyire szarul működött a nagyon pici kisgyerek színészete is, meg egyáltalán. És én teljesen jól el voltam már a Bailey-vel az első évadba, aki már ez a nagyon majdnem felnőtt lány, tehát egy olyan 16-7, és ez ebbe a csajba is ugyanez van, hogy igazából tud ő gyerek lenni, tehát hogy így belelátod ezt az ilyen még épp Lolita típusú lányt, kamaszlányt, de hogy amikor ő elkezd színészkedni, akkor viszont átjönám, hogy mennyire felnőtt. Tehát amikor ő drámaibb dolgot csinál, ahogy kiabál, amikor nagyobb érzelmeket kell bemutatni, akkor egy pazar felnőtt, ügyes színésznőt nézel, de hogy nem veszi el ezt az élét, tehát hogy nem zökkent egyébként ki abból, hogy ő neki azért egy gyereknek kéne lenni még félig meddig. Szóval jó, egyszerűen ő egy olyan jó fűszer ebbe az évadba, hogy az nagy meglepetés, de mondom még egyszer, a Santiago is dettó, tehát ez a kettő színész fergetegeset játszik. Claudiánál azt átadni egy gyerekszínésznek, hogy ő egyébként már egy 70 akárhány éves nő a lelkében. Ugye neki ez a De az a drámája. könyvben van. Állj, itt most nem tudom, Igen, most. hogy ott, igen, de itt is nyilván eltelnek évtizedek, mert Hát azt egy hiszem, 30 talán, vagy nem is tudom mennyi. akkor itt rövidebbre van véve, de tulajdonképpen egy felnőtt nő kell, hogy legyen, Ja. és ezt a kettősséget, ez tényleg valóban jól hozza a színésznő, és lehet, hogy egy gyerek ezt kevésbé tudta volna átadni, meg lehet, hogy a nézők morálisan is belekötöttek volna, tehát, hogy egy kislány belehelyezni, egy ennyire véres. Tudod, ez a hópihe társadalom, lehet, hogy már egy Kirsten Dunst féle Vérszomj, megjelenésen is vérszomj, mert ez... idősítenek volna, hogy jaj, de ne tegyenek bele egy gyerek, De ne, tudod, ez gyereke, a... figyelj, a Claudia az egy vérszomjas állat, ennyi. Ő amúgy egy Lesz a vérszom... kettő. Igen, tehát, hogy ő lesz, tehát kettő, és ijesztő, és tök jó. Tehát, hogy ahhoz képest még egész jól volt ábrázolva, tehát nem is volt annyira köcsög a Claudia. Azért is van ez az ellentét a Lestat meg a Claudia között, mert ők nagyon egyformák. És egyébként domináns személyiségek, még a Louis-val szemben is. Szóval, hogyha a Claudia nem egy gyerektestben van, akkor egyenértékű domináns fél lett volna a Lestattal, és akkor az Isten mentsen meg. A fizikális megjelenése visszaveti erőben. Ugye azért is volt szüksége a könyvekben egy Madeleine-re, hogy legalább egy felnőtt testű, neki mindig van egy kiszolgáltatottsága, mellé kell egy felnőtt testű valaki. Hát látsz, igen, hogy fenntartsak a látszatot, igen, ez egy, Igen. ja. Viszont a Louis egyébként nagyon más a filmben. A Louis a filmben egy állandóan szenvedő, és egyébként a halhatatlan lét viszontagságaitól szenvedő figura, és nem mondanám senki alárendeltjének, hanem ő egy ilyen mások számára vonzó valaki, aki egyébként szenved. Ez a Louis meg egy szubmisszív. Egy párkapcsolaton belül szubmisszív csábó, aki amúgy bohém és rohadtul éli világát és boldog. Van egy említés a sorozatban, amikor mondják a klántagok, hogy mit teszik rajta Armand, még csak nem is jó képű. Na ez is egy nagy különbség, mert a könyvben, hát ott ő egy elég szép férfi. Rikító zöld szemekkel, De szerinted tehát ez a srác milyen, őszintén, kinézetre? hát
Én nem mondom, tehát nekem nem esetem, de ugyanazt tudom elmondani, amit a Klaudiára, hogy van benne egy ilyen déli parasztság. Tehát, hogy ő nem egy ilyen éteri figura, mint mondjuk a Brad Pitt féle Louis. Tehát van benne egy ilyen robosztusság. Ezt még a menését is nézd meg, hogy néha meg is van Parasztság, görbülve így van, a foka. parasztság, a tartása, mint egy ilyen Nincs Mississippi benne arcfoka. parasztcsávú, egy csóró, aki így Aha. mászkál, olyan, tök olyan. Igen. Emlékszel a utolsó, én ma néztem meg az utolsó két részt, mielőtt a podcastet felvettük, szóval egy kis az élmény. Volt a Lestatnak az a jelenete, amikor belép a színpadra, tehát újra látjuk őt, megjelenik, manifesztálódik élőbe, és végig megy a backstage-be, a takarásba a színpad mögött, és csak a sziluettjét látjuk, ahogy megy a deszkákon. Hát ez Igen, zseniális. a járása Nem? fantasztikus. A járása, benne van ez a teátrális, és ez a kicsit ilyen kiha én nem, de ugyanakkor az a légiesség, meg a hüllő, az a hüllő Hül, az. így van, így van. Tehát, hogy arra azt mondtam, hogy ez a járás, én nem tudom, hogy a színész ezt kigyakorolta, vagy mit csinált, vagy rögtön összeinfózta, de hogy ez lesz tehát. És hogy igen, így képzelem el, hogy egy ilyen lény, ilyen nagyon szimpadiasan így belép, és akkor itt vagyok újra, hát túléltem ezt is, tudod, Igen, a és Lestat pazar. Én, tehát, hogy ő az elejétől a végéig hibátlant játszik pedig szerintem. nekem az én ízlésemnek nem annyira tetszik Lestatként, a könyvekben leírtakhoz, de egyébként meg mégis azt mondom, hogy nagyon jó Lestat, érted? Igen, de a Louis-ra ezt nem lehet elmondani. Tehát a Louis az Nagyon más. a Louis az a csávó ebbe a sorozatba, akinek nem is érted, hogy miért van bárki ennyire odaérte. Nem Igen, ez érted. a Se kívül, fike. se belül nem. Ő nem érdekes, ő nem gyönyörűséges. Nem is értem, hogy miért örül meg mindenki érte ennyire. Nem tudom, ez a szenvedés programja az, ami, vagy ez a nagyon emberi ilyen dinamikája, ez vonza őket. Én erre tudtam én is gondolni. Nem tudom. Mert figyelj most, ha beraktak volna egy olyan színész, mondjuk félvér színész, vagy fekete színész, hogy beraknak egy olyat, mint az A$AP Rocky, Kicsoda? vagy hát ő egy rapper, mindegy, Jó, aki igen. ilyen szép. Tehát a feketék között is azt mondod, hogy ilyen finomabb vonású, dekoratív srác, akkor még azt mondom, hogy aha, értem, hát ilyen egzotikus szépség, tudod, férfi szépség. Ja. Egyébként az Armandot játszó bangladesi színész, ő Ott ilyen megvan nagyon ez. szép. Ott egy az egyben megvan ez a Tényleg, ő szempont. tényleg Igen. nagyon, nagyon szép tud lenni, és bizonyos beállításokban hozza is ezt a szoborszerű, sztóikus. Főleg a nagy barna, hát itt nem barnák a szemei, ugye, hanem van egy kontaktlencs, de amúgy ilyen nagy barna szemei vannak, és benne van az álmos szomorúság, az a melankólia, Jó, de ez már egy amit nagyon mondjuk szép említettem. körülírása valaminek, tehát te most már cifrázod, de ennél sokkal egyszerűbb a motiváció, tehát hogy női szemnek femininebb, szebb Igen. férfi, és az az Armand ebbe a Igen. sorozatba, de a Louis szerintem nem, ő vele nem lehet ezt el, vagy róla nem lehet ezt Igen, de elmondani. azért a férfiaknál is van az a típus, nekem sokszor azok tetszenek, akik ilyen csúnyán szépek. Ezt nem tudom Jó, elmondani akkor, másképp. de ez egy jó leírás. Értem, hogy mit mondasz, és szerintem a Louis csúnyán szép. De nekem ő mégsem tetszik. Nekem ő pont, hogy csúnyán szép. Tehát, hogy De a nem mondtam, vonásai hogy... parasztember, ilyen bunkóbb, az arca zordabb, egyébként amúgy is mogorva arcú ez a csávó. Annyi, hogy amikor elkezd mosolyogni, akkor ez így elmúlik. Figyelj, ízlések és pofonok, lehet, hogy pont ez volt a koncepció, mivel hogy nagyon humanizálták a vámpírokat erre a sorozatra, hogy a Louis legyen még emberibb. Érted, mit Aha, akarok ezzel érdek. Nem, nem tudom. kifejezni? Hogy... Én már nem tudom, hogy mi volt itt a koncepció tényleg, mert nem. Yeah. Figyelj, én amikor először kijöttek a hírek, hogy lesz ez a újrafeldolgozás, és az első casting fotókat megkaptuk, meg azt, hogy a szürke féreg, jól mondom, a trónok harcába Fú, üldök. ott hogy gyűlöltem? Hú, te jó ég. Hát nem sokat beszélt ott, tehát, hogy nem tudtuk, hogy ő neki milyen színészi. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy jól Jól játszik. játszik, ezt el kell Ebben a ismerni, sorozatban persze. olyan mély drámai játékok vannak, ami egyébként szerintem színházi Igen, minőség. És tudod, ez hogy itt így a van. sorozatban benne van ez a filmben színház. Ugye erre van az egész Jó. második.
És ez az, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, ez a része, tehát hogy nagyon mély színészi játék van egyébként. Azt hiszem, hogy a Varmondot játszó fiatal színész is, meg a Santiago is színpadi színészek, brit színészek. Az az igazság, hogy ha most végigmegyünk a főbb karaktereken, tehát szerintem a Lestat végig nagyon jó. A két nagy meglepetés itt az új Claudia és a Santiago, mert ők Santiago. messze a legjobbak, de utánuk egyébként a Louis is helyenként nagyon szépen játszik, és még egy-egy pillanatra az Armandot játszó színész is egyébként hirtelen nagyon mély és drámai dolgokat villant, csak az ő karaktere az egy ilyen, ja, ilyen általában ilyen rezignáltan néző valaki, tehát neki szarabb szerep jutott szerintem ebbe a sorozatba, de hogy egyébként ez az öt színész mindegyik jó. Aki nem jó, aki elviselhetetlen, Igen. és nem tudom, hogy tényleg az ember ennyire baszottul tehetségtelen, vagy az, aki instruálja, nem tudja, hogy mit csinál, de hogy a Malloyt játszó színészt, azt én addig rúgnám, hogy meg se állna a világ másik végéig. Én a színpadról, a vászonról ezt az embert elkergetném örökre, mert ilyen gyalázatot, amit ő csinál, és mondom, instruálás szintjén is zavar, mert ha leülsz halhatatlan lényekkel, akik 500 évesek mondjuk, és ők hajlandóak elmondani neked az ő életük történetét, ami azért elég izgalmas. Mindenhogyan izgalmas lenne, egy 100 éves ember életét is érdekes lenne hallgatni, de hogy 500 éves halhatatlan lény, akinek mindenféle fantasztikus képességei vannak, egy természet fölötti lény elmeséli neked az életét, és hogy te másodpercenként gúnyolodsz, lenézed, unott pofát vágsz, mint hogyha már azon járna az eszed, hogy mikor mehetsz kajálni, és a csávó konstans ezt csinálja 2 évad óta. Borzasztó. Tudom, hogy te az első évadnál is nagyon utáltad, Fú, tehát ezzel hallod. nem lepődtem meg, de is kíváncsi is voltam, hogy ez vajon változott-e. Nekem is furcsa ez, hogy, és egyébként most láttunk flashbacket a fiatal lényéből, aki meg egy kis idióta hülye gyerek volt, akinek a legfőbb gondja az volt, hogy mikor szívhat be. Ja. Tehát ehhez képest, most meg egy ilyen kiégett figura, akinek, a végén egyébként ő is vámpír lett. Tudod, nem az a bajom, tehát hogy lehet itt csinálni egy olyan szálat, hogy őt is elárulják, őt is bántják, mint ahogy ez meg is történik, és hogy neki van egy saját agendája, de ne legyen életunt az, akinek amúgy nagyjából narrálnia kéne ezt az egészet felénk. Tehát ő nem lehet ennyire érdektelen. Hát minden reakciója az, hogy na, még jó, még ezt is el akarod, na jó, halljuk. Biztos kurva érdekes lesz. Hát figyelj, hát elképesztő. Nem értem ezt az egész koncepciót. Tehát ő unja ezt az egészet Ez hallgatni. át lett írva. Ugye az első történet, tehát amikor először a Louis a bárban találkozik vele, könyvben meg az első filmben, ott egy 30-as fiatalember, aki nagyon lelkes, Így van. nagyon, nagyon nyitott. Persze meglepődik, amikor kiderül, hogy a Louis tényleg vámpír. Tehát az elején ő ezt... De az egy ajzószer. Az nem egy ajzószer, ha megtudod, hogy Persze, tényleg az. de. Csak hogy itt nem láttuk más, mint az, hogy felmennek lakásra, az első az, hogy dugunk. Hát én nem erre gondoltam. Jó, akkor nem dugunk, de van egy kis kokainod. Tehát, Ja, hogy jó, ennyi, igen, jó. ennyi, Igen, tudom. valaki azt mondja, hogy hello, vámpír vagyok, csinálnál velem egy interjút? Van egy kis kokainod, meg egyébként lekursz előtte? Most komolyan neked ez lenne az első? És itt is ez a homoszexuális szál, jaj, Igen, nem áll. de ugye, hogy teljesen elvitték ebbe az irányba, ennél sokkal érdekesebb az, hogy interjút készített valaki egy 500 éves halhatatlannal, vagy egy 200 éves halhatatlannal. Tehát, hogy Hát azért rettegsz tőle. meg rettegsz is, tehát, hogy az félelem teljes csodálatként írnám le azt, amit éreznék minden pillanatban, és innám a szavait, közben rettegnék, hogy mikor fog megölni. Annyira izgalmas, és olyan jól, ezen annyi múlt. Tudod, mennyi múlik ezen, hogy van egy karakter, aki végig így viselkedne a vámpirok jelenlétében? Eleve emelni a vámpirok nimbuszát, de az, hogyha ennyire mortalizáljuk ezeket a vámpirokat, hogy az interjúvoló amúgy kb. Lenézi, meg gúnyolódik velük végig. Hát hagyjad már! Lehet, hogy ők ezt azért csinálták így, mert ugye itt a sorozatban úgy van, hogy nem az első interjút látjuk,
hanem ez már egy második, amit még egyszer meginvitálták őt, hogy akkor x10 év elteltével, mikor már egyébként öreg ember ez a faszi, hogy még elmondanék azért ezt-azt. Jó, de mi történt az első interjúnál? Majdnem megölik, bocsánat. Tehát csak, akkor legalább a félelmet lássam, de még az se volt. Hanem ilyen... Nekem az olyan volt teljesen, mintha ő így körülbelül ide hazajárna, és már annyira ismerné őket, hogy jaj, már megint ide kell jönnöm. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy legalább az lett volna benne, hogy vagy ellenálljon, hogy figyelj, engem múltkor nagyon megkínoztatok, úgyhogy Ja, vagy menjetek az féljen, időt. vagy valami. Na, a talamaszkát kihagytuk. Figyelj, ülnek ott a vendéglőbe, egyszer csak megjelenik egy ilyen random ember szemüvegbe, és akkor így beszélgetnek, és egyszer csak így a semmiből, amúgy a talamaszka azt üzeni, hogy. És akkor kiderül, hogy a talamaszkát is behozták. Mi? Honnan? Hová? Hát... Meg hogy ezek honnan ismerték egymást? Így előzetesen. Tehát aki nem olvasta a könyveket, még én is, aki úgy olvastam, így hirtelen így bedobják a talamaszkát, mire fel? Meg honnan? Tehát valami... Jó, ez a folytatást elővetíti, oké. Lehet. De hogy visszatérve erre a Malloyra, tehát, hogy tényleg ez az ember végig úgy viselkedik, tehát ő, akinek magának a kíváncsiságnak és a halandóságnak kéne lenni ebbe a történetbe, tehát, hogy ő az, akit bánthatnak, ő neki félnie kéne, és ő neki csodálni kéne őket, és inni a szavaikat, ő úgy viselkedik velük, minthogyha proktológiai vizsgálatra kéne visszamennie ebbe az évbe 25-ödjére, és a tökeit néznék meg, és hogy na jó, letolom a gatyám, tessék, vizsgálja a hülye köcsög. Kb. Ez a teljes... Utána meg elmegy interjút adni, ahol kb. Az meg annyiból áll, hogy bazd meg, meg te is bazd meg, meg te is bazd meg. Egyébként híres lettem, úgyhogy mindenki bassza meg. Igen, Ez egy olyan megdöbbentő szar. Ez egy arrogáns hozzáállás. Tehát az első filmben, meg ugye a könyvben, ott miután a Louis úgymond elviharzik a interjú helyszínéről, úgy, ahogy, ugye ő beszáll az autóba, berakja a kazettet, és szinte ideges, alig bírja lenyomni, hogy úristen, ez Alig bírja zavaros, meggyújtani a cigit, és így hallgatni. mondja magának, hogy a kurva jó anyag lett, úristen. És vissza kell hallgatnom, hogy ez tényleg megtörtént. És de még fél, de még reszket az ember. Igen, és akkor még ott, és akkor elindítja, és tényleg ott van a hang. Ja. Nem behalucinálta, nem történt itt semmi egyéb behatás, hanem ez tényleg megtörtént, és ugye utána a Lestat változtatja át, azt hiszem. De amúgy képzeld el, igen, ott a Lestat, ott van a kocsiba, de képzeld el azt, hogy a csávó így mondjuk 8 órás interjú egy élő halottal a valóságban, és így végig, tehát fantasztikus dolgokat hallasz, túlfeszíted a húrt, és ezért majdnem ki is nyírnak, és akkor reszketve eljössz onnan, de közben így elképesztő eufóriába vagy, hogy életed anyagát vetted fel. Gyakorlatilag egy természet felettiről van bizonyítékod, és berakod a régi kazettás magnóba, és betépi a szalagot. Valóban a csávó milyen ideges lett volna. Jó, hát itt én azt nem értettem, hogy itt ugye laptoppal vette fel a szalagokat, vagy hát a hangot, és utána kigyulladt a laptop, akkor hogy lett könyv? Ja, hát azt lehet, hogy nem tudom, elmentette biztos, valami felhőbe. Nem tudom, csak ki hogy... Ki volt az, aki írtált neki cseten, hogy hagyd el a helyszínt? Az ki volt? Hát valami FBI, valakik, akik figyelik ezeket a vámpírokat, nem? Az a talamos. Ja. Akkor. De mindesetre szerintem az eszenciája egy vámpíros történetnek az, hogy a vámpíroktól féljünk. Félned kell a vámpírtól. Félve csodálod. Félve csodálod, és ennyi, és ezt elvették, mert az egyetlen ember sincs, aki igazából fél, mert az embereket olyan gyorsan ölik meg. Amikor embert ölnek, akkor így szinte röhögve a Louis is ott áll, és így röhögve kinyírják, és mosolyognak, és eljöttek, bementek a Mekibe kb. Ez. Szóval, hogy ez már egy ilyen gyors éttermi interjú a vámpírral, de nem mondom azt, hogy nem voltak nagyon jó pillanatai, nagyon sok minden tetszett benne, nagyszerű színészi játékok vannak benne, jól átgondolt, jól megírt, szóval tök jó, csak valami más volt a valami magja. Hiányzik. Igen. Valami hiányzik, és én most a harmadik, berendelték egyébként hivatalosan a harmadik évadot, tehát ahogy kijött a második évad, szinte le se darálták az emberek, már kijött, hogy jön a harmadik, és az az érdekes, hogy olvasogatom így a fórumokat, még az ős Endrice rajongókat is, hogy egyébként nyitottak a harmadik évadra, és nagyon szeretnék látni,
a rockstar lesz, tehát, hogy ebből mit hoznak ki, mivel hogy későbbre lett rakva az egész idővonal, ezért ez a lesz, tehát nem a 80-as években lesz rockstar, hanem most a közösségi média korszakában, amiből egyébként nagyon érdekes dolgokat lehet kihozni, tehát hogy például egy TikTok videóba, ahogy felépítik a Lestatnak az imázsát, és akkor az emberek nem tudják eldönteni, hogy ő most hülyeskedik, vagy ez. Tehát, hogy ez nagyon sok mindent rejt magába, hogy ezt hogy fogják megcsinálni. A színész nem féltem, szerintem ő zseniális lesz a rockstarként is, de hogy alapvetően azt írták az emberek erre a sorozatra, hogy az év meglepetésének tartják. Annak ellenére, hogy valóban túl volt tolva benne ez a homoszexuális vonal, de hogy az írás, meg a drámák benne, meg a színészi játékok annyira elviszik a sót, hogy azt mondták, hogy az egész felhozatalban, amit idén láttunk, az egyik legjobb sorozatnak tartják. Hogy ezzel most te egyetértesz-e vagy sem, én is azt mondom, hogy jöjjön a harmadik évad, én is nagyon szeretném látni a Lestat féle rockstárkodást, és hát kevesebb ilyen párkapcsolati baromságot, tehát hogy ez nem kell. Nem, egyébként igen, én úgy vagyok vele, hogy elképesztően nagy színészi játékok voltak benne, tehát egyik-másik durva dilemma, ugye mi tudtuk, hogy mi fog történni, az is benne volt, és emiatt, tehát hogy én ezt nem tudom nem nézni, tehát hogy én nagyon szeretem, én imádom a vámpírokat, szerintem Én a is. világ összes vámpíros filmjét előbb-utóbb meg fogom nézni, mert már így is rengeteget láttam, szóval nagy élvezettel nézem, csak nem tudok egyetérteni ezzel a döntéssel, hogy ilyen szinten elmegyünk ilyen irányokba, és túl sok időt cseszünk el erre, és ezzel kiheréljük magát a történetet, mert lehúzzuk az emberek hétköznapi picsogó szintjére ezeket a halhatatlan lényeket. És a vámpírságban egész más vonz engem. Tehát szinte nem is érdekelnek a párkapcsolataik egyébként. Nem ez érdekel a vámpírok kapcsán, hanem a halhatatlanság, a dilemmáik, a múltjuk, hogy miért léteznek, hogy hogyan tudnak szembenézni az eljövendő korokkal, ennek a fájdalma érdekel, meg a tudás. A tudás annyira érdekel, annyira vonz, hogy ezek mit tudnak, mit láttak. Szóval, ja, de mindegy, ez teljesen más irányba megy el. Még egy dolog, hogy nem teljesen tudom, hogy a harmadik évadban mondjuk megcsinálnák ezt, hogy ugranak az időbe, és a Lestatnak ez a rockkarrierje korszakhoz érnénk, azért ebben a sorozatban meg kell, hogy tartsák protagonistának a Louis-t. Tehát még akkor is, hogyha az már a másik könyvet dolgozza, azt kétlem, hogy az egész harmadik évad az a Lestatról fog szólni. Muszáj lesz bemutatni a Lestatnak a múltját. Na Tehát, jó. Hogy honnan indult. Na jó, csak azt mondom, hogy az nem megy, hogy két évadon át a Louis-val vagyunk, és a harmadik évadban nem ő a főszereplő. Már de a pedig... könyv is nem. Jó, de ezt el tudod képzelni, hogy van egy ilyen sorozat, amiben igen. Egyszerűen... Én ezt Igen. nem tudom elképzelni, ezt Igen, túl megcsinálják. sokat volt a Louis Lestatot, alig láttuk most. A könyvben is, tehát az interjú a vámpírral az a Louis könyve. A Lestat a vámpír, az pedig a Lestat könyve. A kárhozott a királynőjében még már összeérnek a szálak, ott már minden szereplő megjelenik, érted? Két szemszöget látunk, szerintem pont az a lényeg, hogy itt most már így hagyjuk már ezt a Louis féle picsogást, azért néha ő fárasztó tud lenni. És most nézzük meg, hogy mi van Lestattal akkor, amikor nagyon lesz, tehát, és nincs ott egy picsogás, meg nincs ott ez a drámai párkapcsolati ízé. Jó, Én remélem, hogy... de bocsánat, hogy belevágtam, de hogy az akasás sztori, annak mi a címe? Mm-hmm. A kározott a királynője? Kározott a Az, királynője. amikor ő rockstar, az a jelen, nem? Igen, de a lesz, tehát a vámpír az már, azt hiszem, hogy abban már megkezdődik az ő rockstárrá válása, csak ugye a Csak könyvnek az flashback-el. első... Igen, csak a nagy része az arról szól, Ja, hogy jó. ő elmeséli, hogy jött egy vidéki nemesi családból. Ja, jó, akkor jó, akkor jó, csak azon meg aggódtam. a lesz, hogy színész volt, tehát, hogy nem először volt színpadon. Neki az volt a vágya, hogy színész legyen, Magnus elrabolta, elvette az álmait, tehát én valahol értem, hogy ő traumatizálva van, és onnan megyünk át a 20. századi Lestatba majd, és nyilván egy másik szemszögből el van mesélve az is, hogy ő mit miért tett, és hogy a Louis azt félreértette, és hogy az nem úgy volt, és ezeket is úgy rendbe rakja. Jó, hát akkor Hogy lehet, nem. hogy egy az egybe lesz, tehát lesz, ez nagyon jó lenne, nagyon izgalmas lenne egy. Én azt szeretném, hogy tehát nyilván a vámpír zsáner,
Hollywood egy időben nagyon felkapta kb. A 2010-es évek környékén, ugye bejött az Alkonyat, aztán a Vámpírnaplók, egy csomó ilyet gyártottak, egyik gagyibb volt, mint a másik, ugye, bár a Vámpírnaplókat én is néztem, de csak ilyen szórakozásból. A lényeg, hogy a Vámpír Zsánert utána elrakták aludni, mert azt érezték az embereken, hogy így megunták. Mint a szuperhős filmeket, tudod, hogy kialakult egy ilyen uncsi, meg már annyi hülyeséget beleraktak, és le is butították, hogy jó, ezt tegyük félre. És most azt érzem, hogy megpróbálták ezzel a sorozattal visszahozni, mert azért van erre igény, tehát van egy olyan rajongói bázisra, most mondhatom így a vámpír sztoriknak, hogy mi ezt várjuk. Tehát mi milyen ős vámpír fanok vagyunk, mi szeretjük ezeket a történeteket. Én most újra néztem a Van Helsinget is. Hú, azt És én nagyon egyébként rég nem, de meg fogom nézni újra. nagyon jó a Dracula, tehát az is egy ilyen misztikum átitatott, gótikus, romantikus. Tehát én, figyelj, én női néző, női olvasó vagyok. Azért valljuk be őszintén, hogy mi, akik szeretjük a vámpírokat, mi azért vonzódunk hozzájuk. És azért kell az, hogy azt érezzem, hogy taszít is, tehát hogy félek is tőle, de ugyanakkor vonzó is. Van benne ez a kettőség, és ez a Van Helsingben is nagyon jól meg van mutatva. Tehát a Bram Stoker Drakulájától eljutva Anne Rice-ig, ez a vámpírok egy gótikus, romantikus lények, tehát a horror műfajon belül is szerintem már-már szép irodalmiak, és hogy ezt én szeretném újra látni ilyen-olyan formában, igen, a Nosferatu-ra is nagyon kíváncsi leszek, és nagyon szeretném, ha a Vámpír Zsánert visszahoznák, a Trubládot is nagyon szerettem, ha nem láttad még, azt Nem, is azt nézd nem meg. láttam. Azt az Ábel elhordta minden szarnak. Én szórakozásból néztem azt is, nyilván mindig megállapítottam magamban, hogy nincs benne az a mélység, mint az Endrice történetekben, de szerintem nem volt rossz, bár az Anita Blake-hez képest, ha meg ezt a hiperszexualizált, véres dolgot nézzük, ahhoz meg gyenge, ahhoz mértem, de hát ez van. Szóval, hogy én nagyon szeretnék újra vámpír történeteket nézni, de minőségi módon csak attól tartok, hogy a mostani hollywoodi propaganda, mivel Ja. ezek ilyen androgűn lények, meg megfoghatatlanok, bele Felhasználják a fogják céljaiknak, igazolni igen. a genderséget, meg az LMBTQ-t. Nem baj az, ha van egy-egy ilyen karakter benne, mert beleírta az Anne Rice-t is, az Armand és a Marius sztoriát, meg az Anita Blake-be is voltak melegek, de ne erre legyen felhúzva az egész cselekmény, mert ez így fals. Ja. Történetet kell írni, Főleg a történetet kell mitológiát. elmesélni, és mellesleg abban lehetnek ilyen-olyan karakterek. Igen, ott van a csábítás, az, hogy egy ártatlan nőt hogyan kebelez be a Dracula, hogyan rontja meg. Vagy hogyha megnézed a paraszti folklort, hogy voltak olyan entitások, démonok, amiket úgy ábrázoltak, hogy azt hiszem ilyen inkubusz, vagy nem is tudom, minek hívták őket, ami ráült a férfiak mellkasára, és ilyen női Ez a szukkubusz, azt vérfolyók hiszem, voltak. szukkubusz. Tehát, hogy annyiféle van, és ezt így lesarkítani Ja, egy ilyen hát. fúrkaklubból történetre, ezt engedjük el. Itt jön a harmadik évad, itt a lehetőség arra, hogy a Lester sztorit egy kicsit kihozzák mondjuk egy nagyon-nagyon ötletes és jó történetre, kevesebb homoszexualitással, és akkor rendben leszünk. Ha meg Kevesebb megtörténik, Louis-val is, kicsit igen. kevesebb, mert a Louis kezdett az agyamra menni amúgy már. Nekem is, de ő ilyen. Tehát, Ja, igen, hogy a valószínű. könyvekben is olyan, meg a eredeti filmben is, hogy mi mindig úgy álltunk a Louis-hoz, hogy szeretjük, szeretjük, de azért most már úgy. Igen, egy jó, tehát ezt a Louis-t is szar nézni túl hosszan, de még a Brad Pitt-es Louis-t is szar lett volna nézni túl sokáig a depressziójával együtt. Csak ő Persze. úgy egy filmben úgy tök jó volt, de hogy ha egy sorozaton keresztül ezt kell néznem, hogy valaki nem bírja elviselni a létezését, hát ez nagyon durva. Igen. Na jó, Úgyhogy kiveséztük ezt a sorozatot is. Igazából minden hibájával, meg minden mai politikai kiforgatásával együtt is ez egy jó sorozat. Ha valaki szereti a vámpírokat, én abszolút várom a harmadik évadot is, és szerintem ugyanígy fogunk tudni róla beszélni, remélhetőleg az is lesz igen, ilyen színvonalú. megígérhetem, hogy fogunk róla beszélni. Azt javaslom, nézzétek, meg döntsétek el ti, hogy érdemes-e folytatni. Mi szerintem visszatérünk még rá, úgyhogy ennyi lett volna mára. Jó, ennyi lett volna mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is. Nektek is, hogy velünk voltatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!